Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Három nemzetközi versenyt rendezzek a Határok Nélkül Tenisz Akadémián. Negyedik bajnoki mérkőzését is elveszítette a nyírbátori kézilabda csapat. Kiütéses győzelemmel kezdte a bajnokságot a Zsiráfok Kosásuli Nyíregyháza. Három nemzetközi versenyt is rendeznek Szabolcs-Veres Marton a Határok Nélkül Tenisz Akadémián. Két 15 ezer dollár összdíjazású ITF torna mellett egy nemzetközi junior versenynek is otthont ad a létesítmény. A Magyar Tenisz Szövetség mióta megépült ez a Határok Nélkül Tenisz Akadémia, Szabolcs-Veres Marton tisztában van vele, hogy gyakorlatilag Magyarország egyik legnívósabb tenisz létesítménye van itt, úgyhogy azóta gondolkozunk rajta, hogy hogy lehetne ezt a magyar tenisz versenysport körforgásában minél jobban bevonni. Ugye 2022-ben volt itt először egy 25 ezer dolláros profi verseny, és hát ennek a folytatásaként, ahogy ön is mondta, nagyon jó visszhangja volt mind a Nemzetközi Tenisz Szövetség, mind a játékosok, mind a szövetség köreiben, úgyhogy abszolút ennek is köszönhető, és ráadásul a másik előnye a teniszakadémiának, hogy mind szabad téren, mind fedett pályán van olyan létesítményi háttér, hogy versenyt lehet rendezni. 2022-ben ugye szabad téren volt ez a verseny, idén pedig két profi versennyel bővül gyakorlatilag a létesítménynek a kihasználtsága. Ugye október utolsó hetében és november első hetében egymás követő héten lesz két 15 ezer dolláros férfi profi verseny, ami a nemzetközi profi teniszvilágnak a belépő szintjét jelenti, és ráadásul még tovább tudjuk bővíteni a palettát, mert aztán november végén egy nemzetközi junior verseny is megrendezésre kerül, úgyhogy idén három verseny lesz, és hát nagyon-nagyon szeretnénk, és közösen az a célunk és a vágyunk, hogy hosszú távon minél jobban tudjuk a figyelem középpontjába helyezni Szabolcs-Veres Martot is, és a magyar tenisz nemzetközi versenyrendszerébe minél jobban bevonni ezt a létesítményt. Ez valamilyen szinten, ez a helyszín, ez a létesítmény egy újabb helyszínként fogható fel, vagy valamilyen szinten akár hiánypótlónak is nevezhető? Én azt gondolom, ha csak önmagát a létesítményt nézzük, az mindenképpen hiánypótló. Tehát az, hogy szabad téren is, fedett pályán is megfelelő körülmények, pályalétszám, pályaminőség van, azt most így fejből nem vagyok benne biztos, hogy sok létesítményt tudunk Magyarországon felmutatni. A másik fontos dolog egyébként, hogy nyilván a tenisz azért nagyon Budapest központúvá vált itt már az elmúlt, hát már nem is éveket, hanem évtizedeket mondok. És mindenképpen azért az is fontos, hogy minél több olyan vidéki helyszínünk legyen, ahol azért a magyar tenisz nemzetközi szinten is, de magyar szinten is be tudjuk vonni a vérkeringésbe. Úgyhogy a válaszom is, tehát hiánypótló is, meg azt gondolom, hogy egy új helyszínként is mindenképpen felfogható. És hát még egyszer mondom, az igazi az lenne, hogy akár a Magyar Tenisz Szövetség is föl tudhatná fogni ezt a létesítményét úgy, hogy egy versenyközpont, és nem egy, nem két, nem három versenyt, hanem akár egy nemzetközi versenysorozatot is ide tudnánk hosszú távon 15-20 versennyel hozni. Én azt gondolom, hogy ez a létesítmény valahol ezzel a céllal épült, ezzel az elgondolással épült annak idején. Nyilván ez mind-mind forrás és az anyagiak kérdése, de mindenképpen azt gondolom, hogy az akarat az közös, mind az akadémiával, mind ugye, ahogy itt hallottuk polgármester úrtól, a térség, és nyilván a Magyar Tenisz szempontjából is, Tenisz Szövetség szempontjából is hasonló az érdek és az akarat és az elgondolás. Itt egyfajta vérfrissítésre lehet gondolni, vagy akár ebből a környezetből kerülhetnek ki olyan versenyzők azáltal, hogy lehetőségük van a test közelben érezni a teniszt? Ugye megint csak azt tudom erre válaszolni, ahogy itt a sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy most végre már van egy olyan létesítmény, ahol egyáltalán a lehetősége megvan annak, hogy nem csak versenyeket rendezzük, hanem effektíve akár gyerektenisz, akár versenysport is a teniszben meginduljon a térségben. Ugyanakkor meg azt gondolom, azért nincs könnyű helyzetben a teniszsporták, hiszen Kisvárda azért sport szempontjából egy rendkívül sportos város. Ugye itt hallhattuk azt, hogy mennyi olyan sport van, ami nagyon komoly létesítménnyel és utánpótlás neveléssel működik. Ez egy nagyon-nagyon nehéz és hosszú távú folyamat.
folyamat, de azt gondolom, hogy szép lassan el kell kezdeni építkezni, és az, hogy nemzetközi versenyeket hozunk ide, ebből is a teniszt is népszerűsítjük, szerintem az is a folyamat része, és nyilván meg kell találni azokat a lehetőséget, hogy hogy tudjuk közösen bevonni a térségben lévő gyerekeket, hogy próbálják ki ezt a sportot, ismerjék meg, kezdjék el, és nyilván minél több gyereket tudunk bevonni a tenisz körforgásába, annál nagyobb esély van, hogy akár egy-egy kimagasló tehetséget akár itt Kisvárda és környékén is föl lehessen fedezni a versenysport számára. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye vonatkozásában azt hiszem, hogy a jövőben feltétlenül a teniszt mint sportágat kiemelten kell kezelni. Ha a nemzetközi versenyeket tekintjük, akkor mindenféleképpen. Mit mutat 2024? Mi volt az eddigi hozadék és mi látszik? Először is nagyon örülünk annak, hogy a Magyar Tenisz Szövetség az idén az ötödik versenyt fogja odaadni, nemzetközi versenyről beszélünk, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tenisz egyesületeknek. Ebből kettő volt nyáron a Marsó Teniszcentrumban, Nyíregyházán, most pedig három verseny lesz megrendezésre kerülve a Szabolcs-Veresmarty Tenisz Akadémián. Ebből kettő szintén felnőtt, ami a hasonló a Marsó Teniszkluboshoz, 15 ezer dollár összdiadású, és ezen kívül lesz még a november végén egy junior verseny, úgyhogy szerencsére junioroknál is felkerülünk a térképre. Ennek nagyon örülünk, én is kimondottan, hogy a Szabolcs megyei tenisz igazgató fejlődik a tenisz ebben a megyében is, kapjuk a versenyeket. A már lezajlott versenyek kapcsán milyen tapasztalatokat lehetett gyűjteni, akár a következő versenyek mezőnyeinek összeállása kapcsán, mekkora versenyző gárdára lehet számítani, és mi a határidő ebben jelentkezés tekintetében? Nagyon sok teniszező versenyző van, mert mindenki nagyon jól tud teniszezni, roppant jól teniszezik mindenki, aki a világranglistán a 300-dik, aki a világranglistán a 700-dik, egy épésző ember nem is veszi észre, hogy mi a különbség, mert mind a kettő nagyon egyforma típusú játékot játszik, annyi a különbség, hogy kinyeri meg a fontosabb pontokat, de mi is azt várjuk ettől a versenytől, hogy itt azért lesz világranglistán 300-on belüli, meg azon kicsit kívüli versenyzők is, de akár kijön és kilátogat és megnézi ezeket a versenyeket, nagyon-nagyon magas a színvonal. Én voltam kint a Marsónál is, és ott is ilyen 300-400-500-ig világranglistás játékosok voltak, de tényleg a színvonal az olyan magas volt, hogy mindenki tud teniszezni, mindenki tud szerválni, mindenki tud nagyot ütni, és tényleg le a kalappal, azt élőben ott érzi az ember át, hogy micsoda sebességre képesek a labda megütésénél a játékosok. És akkor még azt a paramétert csak megkérdezem, hogy ott hány versenyző volt, és lehet-e egyáltalán tervezni a még előttünk álló versenyekre? Na most ez a versenyek úgy néznek ki, hogy van egy zárt 32-es főtábla, ez adott, azért mert ugye 4 darab fedett pályánk van jelenleg, és ezen lesz a verseny, és azt hiszem, hogy 32-es a kvalifikáció is, tehát ezáltal összesen 64 játékos tud alanyi jogon elindulni a versenyen. Ugye nyilván itt vannak a szabadkártyák, úgyhogy lecsökken ez a 32 után a 24-re. A Magyar Tenisz Szövetség igyekszik támogatni a fiatal magyar játékosokat, és ezért, akinek nincsen olyan jó ranglista helyezése, úgymond szabadkártyákat osztanak nekik ki, ezáltal ők is fölférnek ezekre a versenyekre, és tudnak megmérkőzni nemzetközi szinten, és ha szerencséjük van, akkor mennek egy-két, esetleg három kanyart, amely majd ugye ATP ponttal kecsegtet. Úgyhogy mindenképpen reménykedünk, hogy minél erősebb mezőny fog összejönni, de ez nem rajtunk múlik, ennek az határideje azt hiszem valami október közepén, akkor fogunk látni mi is az ITF honlapján az indulóknak a helyzetéről. Negyedik bajnoki mérkőzését is elveszítette a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Réki Tamás együttese hazai pályán 31-30-ra kapott ki a Hajdúböszörménytől. Amíg pont nélkül álló Nyírbátor szerezte meg a vezetést, aztán felváltva estek a gólok. Az első fél időben egyik csapat sem tudott komolyabb előnyre szert tenni, 30 perc játék után 12-11 állt az eredményjelzőn. Fordulás után negyed óráig nem változott a játék képe, aztán elkezdett ellépni a hazaiaktól a Hajdúböszörmény. 5 perccel a meccs vége előtt már 5 góllal vezettek a vendégek. Ekkor nagy hajrába kezdett a Nyírbátor, de ez csak arra volt elég, hogy egy góra csökkentse a különbséget, így a negyedik meccsén negyedik vereségét szenvedte el Tréki Tamás együttese.
Én úgy gondolom, hogy és ezt fáj kimondani, az akarati tényezők, hogy múlt nem betöltünk, nem küzdöttünk, olyan amatőr gólokat kaptunk sajnos, ami ezen a szinten nem engedhető. A második fél évvel kaptunk 21 gólt, tehát az rengeteg, emellett teljes lekoncentráltság volt a védelemben. Voltak szép momentumok, de sajnos most ugye előttünk 30 gólt, de hát egyszerűen elfogadhatatlan ez a dolog számomra. Nem jobb csapat a Böszörmény, nyilván gratulálunk, mert megérdemelték, tettek érte, de sajnos ez most ilyen tendencia, olyan típushibákat követünk el hétről hétre, ami nem megengedett. Jó kezdjük a mérkőzéseket, stabil védekezésünk van, most is 10 gól kaptunk az első fél időbe, gyakorlatilag támadhattunk a nagyobb előnyökért, belehibáztunk, de ezzel nincs is probléma, mert nincs játék enélkül, de viszont a védekezésünk az teljesen elfogadhatatlan, hiányzott belőle a fault, hiányzott belőle az elővételezés, tehát gyakorlatilag a Böszörmény úgy lőtt gólt, hogy akart. Mi változtathat ezen a szérián? Leginkább egy győzelem, de azért minek kell megváltozni ahhoz, hogy meglegyen egy siker? Ugye múlt héten a Nyíregyháza ellen elemeztük ezt a mérkőzést, 60 lövésünk volt azon a meccsen, lőttük belőle 23 gólt, 40%-ot nem értük el. Itt ugye gyakorlatilag megint 11 gólon voltunk a fél időig, nem sok. Ugye a második fél időben lőttünk ugyan 19-et, de hát ugye a végén már ilyen veszett fejszel nyele, sietetni kellett a dolgot. Úgyhogy mindenféleképpen a helyzetkihasználásunkat kell javítani. Meg én úgy gondolom, hogy a játékosoknak most attól függetlenül egy hétközi forduló volt, sokkal koncentráltabban, sokkal nagyobb elszántsággal kellene pályára lépni és küzdeni egymásért. A közönségért, a városért, a csapatért, az egyes, tehát közösen. Én ezt hiányolom csak, semmi más. Ki lehet kapni, tehát bármelyik mérkőzésen kikapnak a legnagyobbak is néha, de nekünk az kell, hogy mindenki úgy álljon ez a dologhoz, ahogy a sportemberhez illő lenne. A sorozatos győzelmek építenek egy csapatot, a sorozatos vereségek pedig leépítenek. Hogyan kell ezt kezelned? Nyilván a srácok azért nehezebben dolgoznak fel, nem egyformák a játékosok, nyilván ahány ember, annyi lélek. De nem panaszkodhatom, edzésen dolgoznak, becsülette. Megvannak a sanszok. Úgy gondolom, hogy a sors elvesz tőlünk most így fordulóra, egy-egy kipattanó, lepattanó, bepattanó, az majd visszájára fog fordulni. Szerintem az első győzelem után tudunk mi is építkezni jobban. Én azt mondtam a mérkőzés előtt is, hogy csak annyit kérek, lépjük már át a saját árnyékunkat. Tehát most az, hogy milyen játékkal, nyilván szeret az ember szép játékot látni, de a saját árnyékunkat kell átlépni, el kell nekik hinni, hogy igenis ők jó játékosok, és bárkit meg tudunk verni. És ez így is van egyébként, és így is gondolom. Megint hazai mérkőzés következik, a Deac 2 ellen az sem lesz könnyebb. Milyen meccsre számítasz? Ugye nehézen, ugye pont a Böszörményen játszott az Adebeszen csapat, hogy 45-40, tehát egy fantasztikus védekezéssel társított meccs lehetett, ugye megnézzük nyilván videót, fiatalok, második csapat, veszíteni való nélkül, gátlástalanul kézlabdázhatnak, lőnek, futnak sokat, ezt kell megakadályoznunk, nyilván hazai pályán nem botolhatunk még egyet, meg hát el kell kezdeni a két pontokat gyűjtögetni, mert így nagyon nehéz. Tehát lentről nagyon nehéz játszani, fentről azért sokkal könnyebb. De úgy gondolom, hogy képes rá a csapat, képesek rá egyénileg is, csapatszinten is. Egy kicsit mondom, tehát egy pici kell, egy pici szerencse, egy pici akarat, mindenből egy pici, és akkor elindulunk fölfelé. Az elmúlt években többnyire győztes meccsek után nyilatkoztál, most ebben a szezonban, a sorozatban negyedik vereség is szenvedt el a csapat. Réki Tamás elmondta, hogy szerintem minek köszönhet ez a negatív széria, vagy spirál, szerinted minek a pályán belülről, hogy látod? Egyet kell értenem Tamással, mert hallottam, hogy gondolja, mint gondolja, egyébként én is így gondolom, ez mind akarati tényező, és aki megnézi mondjuk a múlt heti nyíregyházi mérkőzésünket, akkor szerintem mindenki azt gondolta volna, hogy ezen a mérkőzésen fel fogunk törni, és ki fogunk mászni ebből a gödörből, amiben benne vagyunk. De én még mindig nem temetném ezt a csapatot, mert egyébként nagyon, nagyon sokat dolgozunk. Az edzéseken a részvétel az aktív, tehát mindenki itt van. Hát nem, talán még ezek a nem sikerült beépíteni a fiatal játékosokat, nem sikerült beépíteni az új játékosokat, de ezeket a dolgokat mind akarati dolgokkal lehetne kompenzálni. Remélem, hogy a következő hazai mérkőzésünkön már a mi javunkra fog fordulni, mert én hiszek abban, hogyha elindulunk felfelé, akkor ott nem lesz megállás, és tényleg nagyon-nagyon sokat dolgozunk, és nem az edzés munkával van a probléma, meg nem az edzés minőségével, hanem
hanem van egy gát, amit egyszerűen most valahogy nagyon nehezen tudunk meglépni, de én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy sikerülni fog ezt együtt csapatként átlépni. Igen, igazolja, amit mondasz, hogy az első féldő szoros volt, aztán akkor kezdhetek-e viszonylag szépen és eredményesen játszani, amikor már eldőni látszott a mérkőzés, és ugye egy győzelem az mindent megoldhat, vagy elindíthatja a csapatot felfelé. Mi kell ahhoz, hogy tőled is kérdezem, legyőzzétek a Deac 2-t? A helyzeteinket jobban kihasználni. Védekezésben nem szabad ilyen tiszta lövéseket engedni, mert a debreceni második csapat az egy nagyon fiatal csapat, nagyon dinamikus csapat. Rengeteg mérkőzéssel a hátuk mögött, nekik talán pont ez az előnyük, hogy ők azért szerda-szombatba játsszák a mérkőzéseiket, így nem lesz könnyű mérkőzés, viszont úgy gondolom, hogy azért ő egy fiatal csapat, mi egy rutinosabb csapat vagyunk, azért annyira azért nem fiatalodott meg ez a keret, meg az érkezők is azért másodosztályt megjárt játékosok, tehát nekik a rutin ott van mögöttük, csak ezt a pályára is ki kell, hogy hozzuk csapatként. Remélem, hogy a győzelem jövő héten meg lesz. Kiütéses győzelemmel kezdte a bajnokságot a Zsiráfok Kosárlabda Nyíregyháza. Farkasinszky Gyulány együttese a Szolnokot verte 77-39-re. Repülő rajtot vettek a hazaiak, az első negyedet 22-5-re nyerték a Zsiráfok. A második 10 percben sem változott a játék képe, a nagyszünetre 28 pontos nyíregyházi vezetésnél vonultak le a csapatok. Fordulás után tovább növelte előnyét Farkasinszky Gyulány együttese, mindkét negyedet 3 ponttal nyerte a Kosársuli, amely végül 38 pontos győzelemmel kezdte a szezont. Ahhoz, hogy itt a csapat összeszokjon, ahhoz egy ilyen mérkőzés mindig jól jön. Végül is nagyon sok új játékos van, tehát ugye régen játékosaink már, de ugye most nagyon sok újoncot avattunk, tehát a 2009-esek ebben az évben már ugye játszhatnak amatőr NBA-t, és éltünk is ezzel a lehetőséggel, és itt 3 játékos is játék lehetőséget kapott. Szerintem éltek is a lehetőséget, ügyesek voltak, jól játszottak, tehát ugye most nálunk nagy a kontraszt, mert vannak a kicsit fiatalabbak és a még fiatalabb játékosok, de szerintem ez teljesen jó lesz így, mert nagyon jól kiegészítik egymást, és szerintem ebből csak jól jöttünk majd ki a következő időszakban. Miben volt a legnagyobb különbség a két csapat között? Szerintem a palánk alatti játékunk nekünk sokkal határozottabb és sokkal jobb volt, meg szerintem a lányok határozottan és jól védekeztek, sok labdaszerzés volt, abból az indításokat jól oldottuk meg, főleg az első fél időre igaz ez, mert akkor még úgy gondolom motiváltak voltak, a második fél időre azért nagyon sok hiba csúszott be, tehát nagyon, nagyon sok helyzetet hagytunk ki. A védekezésünk kipróbáltuk ugye a 1-2-2-es zónát is, hogy a későbbiekben esetleg használt tudjuk venni. Az még egy kicsikét döcögött, tehát ott még vannak hiányosságok a helyezkedés területén, de nem gond, azért vagyunk, hogy itt ezeket a hibákat kijavítsuk, és a lehető legjobbakat hozzuk ki a közeljövőben a lányokból. A szurkolók az első meccsen ismét itt voltak, csak úgy, mint az elmúlt években, búzították a lányokat, mennyi számít ez nekik? Nagyon sokat számít, tehát főleg úgy, hogy itt azért barátok jönnek ki, szülők jönnek ki, nagymamák jönnek ki, a fiatalabb korosztályból jönnek ki játékosok, de hogy az a pozitív, hogy a fiatalabb korosztályból legyen azok a serdülők is, hogy a szülővel együtt jönnek ki, ami azt jelenti, hogy érdekli őket, hogy mi történik az egyesülettel, gondolom ők is azért csinálják ezt az egészet, idővel szeretnének majd ennek a csapatnak a tagjai lenni. Következik egy idegenbeli mérkőzés az MTK 23 ellen, ott gondolom az már teljesen másik mérkőzés, ezt mire számítasz? Megnéztük végül is a játékos állományt, tehát én bízok abban, hogy egy jó mérkőzést fogunk játszani. Most az, hogy most ez, hogy ez győzelem lesz, vagy vereség, ez ugye attól függ, hogy ott milyen közegbe kerülünk be, és hogy azok a játékosok közül ki az, akit fognak játszatni, ki az, akit nem. Azért vannak korosztályos válogatott játékosaik is, akik ugye a csapatban vannak. Innentől kezdve ez egy ilyen kiki mérkőzés. Mi továbbra is azon vagyunk, hogy építsük a csapatot, próbáljuk a fiatalokat beépíteni, aztán ami ebből kijön, azokat megpróbáljuk megoldani. Talán végig is úgy jövünk, hogy nem nyertünk, akkor se leszünk szomorúak, akkor megpróbáljuk a hibákat kijavítani, és mind a következő mérkőzésen ebből kamatoztatni. Korábban szó volt arról, hogy a fiatalabbnál is fiatalabb játékosok több korosztályban is játszanak, hogyan állnak most a korosztályos csapatok. Hál' Istennek ebben az évben nagyon szuperül állunk, tehát itt a serdülő csapatunk és a kadett csapatunk is főtáblára került, ami biztató az utánpótlás tekintetében. A juniorjainknak azoknak nem sikerült, de hát egy olyan erős közegben kellett
volna megmérkőznünk, és olyan közelbe kellett bejutni, amit sajnos nem tudtunk még megoldani. Ugye mi a juniorjaink sajnos nagyon fiatalok, mert ott is a 2008-asok, akik viszik a primet, és melyik hozzá a kadettek. Ebben az évben ez nem sikerült, majd reméljük, hogy jövőre önnekik is fog sikerülni, de nagyon büszkék vagyunk a lányokra. Tehát ez egy két korosztályban is főtáblára kerülni, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép teljesítmény. Nagyon maga viszont győzelemmel kezdtétek a szezon, gyakorlatilag már az első negyedben eldőlt a meccs. Ennek tükrében milyen volt a pályán lenni, hogy érezted magad, hogy játszott a csapat szerinted? Én nagyon jól éreztem magam, hogy újra május óta pályára tudtunk lépni. Teljesen máskülettel kezdjük az évet, mint előzőleg, úgyhogy nagyon sokat gyakoroltunk arra, hogy összeszokjon a csapat. Úgy gondolom, hogy már jó úton haladunk, még mindig van egy-két dolog, amit ki kell javítani, és jobban egymáshoz szokni, de hát hosszú az év, úgyhogy ez nem hiszem, hogy gondot fog okozni a későbbiekben. Minek köszönhető ez a nagyon magabiztos, nagy különbségű győzelem? Magas intenzitású edzéseink vannak, nagyon keményen dolgozunk egymással, mind Ibaninél, mind Fafánál meg van követelve, ami meg kell lenni követelve, ezt teljesítjük, edzésre, maximális tudjuk nyújtani. Vannak a mezőnyben új csapatok, vannak ismerős csapatok, mit vársz a szezontól magadat tekintve és a csapatot tekintve? Vannak a csapat által feltett kötelező mérkőzés, amit meg kell nyerni. Hát emellett ugye vannak olyan új csapat, mint a Tiszakécska, akire nem tudjuk, hogy pontosan milyen feladatával fog leérkezni, ott is megpróbálunk majd győzni, és hát az előző évből kifolyólag a többi csapatot már ismerjük, tudjuk, hogy kik vannak ott, vannak rutinos csapatok, vannak ugyanúgy fiatal csapatok, mint mi, győzelem a célunk. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.